Könnyen tragédiához vezethet a gáztűzhelyen felejtett olaj, egy égőgyertya, vagy éppen egy töltőre rakott, túlmelegedett mobiltelefon is, mondta Bán Attila, a Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság megyei tűzoltósági főfelügyelője, a Szekszárdi Rákellenes Liga által szervezett előadáson. Itt elhangzott, égő olajat semmiképpen se vízzel próbáljuk meg eloltani, hanem a lángoló edényre helyezett fedővel és a gáztűzhely elzárásával lehet megfékezni a lángokat. A szakemberek kihangsúlyozták, a megelőzés érdekében érdemes egy pár ezer forintos tűzjelzőt is felszereltetni. A tűzeseteinknek a 25%-a az a lakástüzek, illetve az otthoni jellegű létesítmények vonatkozásában történnek, abból is kiemelkedő százalékban a konyhatüzek. Ez olyan kb. 43%-ot tesz ki a statisztikai adataink alapján. A katasztrófavédelmi igazgatóság munkatársai minden tűzesetet kivizsgálnak, hiszen így derül ki, mi okozta a tüzet. A megelőzés és a lakosság tájékoztatása érdekében mindent megtesznek a hatóságok, nyomatékosította Balázs Gábor, a Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója. Nagyon fontos, hogy a tűzoltóság minden tudomására jutott tüzet vizsgál, legalábbis adatot gyűjt róla, hiszen a tüzeknek a statisztikai adatgyűjtéséből is rengeteg pozitív információt tudunk pontosan a megelőzés érdekében hasznosítani. Tolna megyében 665 alkalommal riasztották a tűzoltókat 2018-ban.